Csuta Terézia Győrből jött el Moson-Magyaróvárra. 11 éve minden versenyen részt vesz. Ezúttal Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versével készült, nem véletlenül választotta ezt a költőt. Maga a halálának a centenáriuma, és azért Ady verset választottam én is, meg a párom is, akivel együtt vagyunk, és ő is szavalni fog itt. Mennyire volt nehéz megtanulni? Mennyit kellett gyakorolni? Most ez nagyon nehéz volt. Nem tudom miért. Talán a nyelvezete miatt, de elég nehezen tanultam, meg megmondom őszintén. Az asszony nem egyedül érkezett, párja is eljött vele. Ő is Ady verset választott. Bolond célok után, álmodozva balgám, így beszélnek rólam minden utca sarkán. Édesanyám, lelkem, sírasson meg engem, sírasson meg engem, szerencsétlen lettem. Ez végül is Ady Endre teljes életét kifejezi, és én nem a szomorúságot, mert sokan szomorú versnek gondolják, én nem a szomorúságot látom ebbe, hanem az édesanyja iránti hatalmas szeretetét és a küzdeni akarást. Az önkormányzat is támogatta a rendezvényt, így a szervezők szerint lehetőség volt arra, hogy valamennyi versenyző helyezéstől függetlenül is kapjon könyvet. A megyei nyugdíjas szavaló versenyre idén 18-an jelentkeztek. Szűkül a kör, hiszen a Sopron és Kapuvár környékéről nem igen jönnek a versenyzők. Tehát ez egy kistérségi, Moson-Magyaróvári járási és inkább győri rendezvény. Nyugdíjasok vesznek részt, nagyon sok a visszatérő versenyző. Úgy vélem, hogy szeretnek verset mondani a nyugdíjasok. Remete Gézáné 12 éves kora óta szaval. Most egy Váci Mihály verset hozott, amit már évekkel ezelőtt is előadott. Azt mondja, ennek ellenére nagyon sokat készült a versenyre. Szőkén szelíded, mint a szél. Miért ezt a verset választotta? Ez már valamikor benne volt a tarsolyomba. Csak én már 75 éves vagyok, és nem tudok újat tanulni. Szőkén szelíren, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Egy háromtagú zsűri értékelte a versenyzőket, akik a verseny után személyes véleményeket is megosztották azokkal, akik kíváncsiak voltak rá, hogy hogyan teljesítettek.